Zoli elhatározza, hogy fájó könyökét megmutatja egy orvosnak. Elmondja tervét a haverjának, aki azt javasolja neki. Nem egy orvoshoz, nem tudnak azok semmit. A sarki gyógyszertárba hoztak a múltkor egy számítógépet, beraksz az egyik nyílásába egy kis vizelet mintát, bedob száz forintot, és hamarabb megmondja mi bajod, mint akármelyik orvos. Zoli úgy gondolja, semmit sem veszíthet, így másnap visz egy kis pohárban vizelet mintát, bedobja a száz forintot. A gép elkezd villogni, majd kis idő múlva kinyomtat egy kis cédulát a következő diagnózissal. Önnek meghúzódtak az ízületei, áztassa a könyökét meleg vízben, kerülje a nehéz munkát, két héten belül rendbe jön. Zoli nagyon elcsodálkozik, majd kitalálja, hogy tesz egy próbát, nem becsapása az egész. Készít egy keveréket csapvízből, kutyapisiből, majd hozzákeveri a lánya és a felesége vizelet mintáit, és még a spermájából is kever hozzá egy kicsit. Visszamegy a géphez, behelyezi az üvegcsét, bedobja a 100 forintot. A gép elkezd villogni, majd kinyomtatja a diagnózist. A csapvíz túl kemény, használjon vízlágyítót. A kutyája gyűrűs fertőzött, adjon neki féregtelenítő gyógyszert. A lánya drogozik, vigye el egy elvonó kúrára. A felesége terhes, de a gyerek nem az öné, keresen egy ügyvédet. És Zoli, ha nem hagyja abba az önkielégítést, soha nem fog meggyógyulni a könyöke? Maradj velem! Válasz még egy tuti viccet a listából.